Jó reggelt! Egy jó délelőtt, tehát ez nem is reggel amúgy. Sziasztok! Vagy nem? Nem tudtam, hogy konfolod föl. És kíváncsi voltam. De mindig... Hagylak érvényesülni, miért rossz ez? Gondolom. Az asszonyokkal ezt kell csinálni, hagyni kell őket, hogy csinálják. Na viszont gyanús a csend odalentről, de milyen jó, mi? Miért van olyan csend lent? Hát nem tudom, te mit csináltál? Adtam nekik kakaót. Mondhatom volna azt, hogy kimondottam nekik egy sört. De az utána megvan nullára, gondolom, nem tudom. Na, viszont figyelj, gyorsan rájuk kéne kukkantani, mert adtam kakaót, de szerintem az már most már elfogyható. Szerintem az energia, hogy itthon vagy, Sanyi. Az, amikor nem voltál itthon, az nem ilyen energia volt. Jó, hát apa az... Úgy gyerekek, hát nem tudom, ki volt velem itt pénteken, de nem elmozsolt értem egy könycsempet. Hál' Istennek azért az apukáknak van még. Miük? Hogy is hívják? Tekintélyük. Ez a jó szó. Tekintély. Nekem is van, de... Nagyon... Láttuk pénteken? Te nem is láttad, ne mondja. Na megnézem, mi van benne, tényleg gyanús a csend. Én meg addig vezessem föl, hogy mi lesz. Az jó. Na figyeljetek, visszatérünk a 20 másodperces szériák, majd jövök ki, nem tudom ebből, a 20 másodperces szériákhoz, jó? Tehát, hogy visszatérünk az alap 20 másodperces munkarendhez. Remélem mindenki jól aludt, remélem, rendben van? Rendben van, igen. Remélem mindenki egészséges, és mindenki jól van. Egy nagyon pici reggelit már remélem vettetek magatokhoz, egy órával ezelőtt. Tehát akkor délelőtt van, nem reggel? Hát nem, azért még ez reggel. Nem örülünk annak, hogy rossz idő van, sőt, nagyon nem örülünk, mert hétvégén nagyon szép idő volt, az ablakból láttam. De így könnyebb otthon maradni, ezt megbeszéljük. Igen, legyen ilyen az egész nyár. Nem, azért nem. Na, és akkor most ilyen hasazósat fogunk csinálni, jó? Mert az az igazság, hogy ahogy így belenéztem a tükörbe, szükség van egy kis hasazásra. Úgyhogy, meg hát azért készüljünk arra, hogy azért még lesz idén balatonozás. És akkor, hát legyünk optimisták. Azt mondod, lesz? Hát legyünk optimisták, nem? Jó, hát erre most miért ne lenne? Miért, ha reggeltől délután 3-ig nem terjed a vírus, akkor reggeltől délután 3-ig a strandon sem terjed a vírus? Most így mondod, lehet. Nem? Lehet. Különben is most a minap olvastam, hogy vannak még edzőtermek, ugye mi bezártunk, mert kötelező, de vannak még edzőtermek, akik tartanak kis csoportos foglalkozásokat, az edzéseket. Tehát ez csak ezt tudom mondani, nagyon gratulálok, főleg azoknak, akik elmennek ezekre az edzésekre. Ráadásul küzdősport edzésről beszélek, nem örülök. Így most akkor én minek zártam be? Ők meg miért vannak nyitva? Mert tehát, mi hogy... társadalmi felelősségvállalás jegyében szót fogadunk azért. Hát persze, hogy szót fogadunk, na de hát ezt... Tegyétek ti is ezt. Mindenkinek ezt kéne csinálni. Hát igen. Na, reméljük mindenki kipihente magát. Ugye pénteken lettem volna, de nem voltam. Hétfőn, sőt, ez csütörtök volt. Péntegen már pihentünk, hétfőn pihentünk, ugye húsvét volt mindenki otthon, négy fal között. Idén nem vettem elő a lila zakót. Idén nem. Locsolkodás céljából. Jó lovét lehet belőle szakítani. Na kezdődik. Ez nagyon jó, ezt a too much information. Jövök. Kisfiam, intézd el a dolgodat. Hát a gyerek most elintézi. Lent. Lent. És akkor most hogy kezdjük el, Hildi? Nem tudom, kezdje gyorsan bemelegíteni. Mit szeretnél? Ne! Istenem! Szontyó csak annyit Isten. Kell neki. Szétesik megint, amit kitaláltam. Most na gyertek. Oké, okay, kiabálj. Manci, menjél! Vagy gyere, vagy valami. Igen. Na. Kezdjük bemelegíteni. Kicsit melegítsünk be. Jaj, de jó. Gyere, Maja, kocog. Bejöttél a képbe, Ildi. Kocog, igen, bocsánat. Maja, de jó, te is bejöttél a képbe. Gyere, kocog. Én megkörzöm a nyakam. Ó, de recseg, ropog. Hívek
köpött. Terpe zár. Maja, terpe zár. Maja, ne, kislányom, ne! Olyan jó! Na, akkor gyere meg. Olyan jó, ez nagyon jó. Hát ez kiváló. Pont a csontba. Jó, Istenem. Hát de most mit tartok? Azt sem tudom, hol vannak a felirattak. Na, terpe zár. Hú, de klassz. Jaj. Oké. Okay. Jaj. Harán terpe zár. Rosszul raktam össze, így én magam is. Jaj. Aj, nagyon jó. Oké, okay, kicsit még szögdelünk. Figyelj, kilépéssel keresztbe rúgunk, felső teste ellentétes irányba húzod. Ahogy a feleségem lekoppintott a orrom, beszálljon ki. 11-es rugás egyébként. Bum! Figyelj! Bum! Bum! Ó, ez még jól is esik, tényleg. Hú! Ildi, mikor jössz? Helyzet van, tudod? Nem tudom. Azt mondja, helyzet van. Na figyelj! Kugolásból felugrás, de ezt is kilépésből csináljuk, jó? 1, 2, 3. Jó? Figyelj! Ebből is kérek 5-öt! Ez mennyi volt? Még egy. Ez az. Jó. Na. Válszélességű terpesz. Jó. Ez az optimista, amiről beszéltünk már múltkor. Jó. És szépen elkezdem elforgatni. Ó, de jól esik. Na, a fejünkkel elkezdünk U betűket leírni, jó? Rogyasszuk meg egy picit a térdünket, jó? Kezünket föltesszük, jó? És elkezdünk U betűket leírni. Térdből, derékből, egyre nagyobbakat, jó? Egyre nagyobbakat. A végén már lehet egészen a földig hajolni. Ű, de klassz! Oh. Jó. Kicsit hátrafordulok, én most megfogtam a falat is, nektek elég a fordultok. Oké. Na drágám, jössz? Mi már készen állunk lassan. Hát az az igazság, hogy ezek azok a gyakorlatok, amiket már összeírtunk, ami leginkább az Ildi gyakorlatai. Gyere, mert a te gyakorlataid vannak ma! Ildi! De nincs fél percünk! Na jó, akkor kihúzom azt, amit én szeretek csinálni, és akkor elindítom az órát. Na figyelj! A távirányítós gyakorlat. Nézd csak! A távirányítós gyakorlat az úgy néz ki, jó? Veszel a kezedbe egy távirányítót, mondjuk ezt. Mindenkinek van a lakásban távirányítója. Nagyon jó! Na! Asztal! Jó, én a távirányítóssal kezdek. Nagyon jó! Mert hogy a többi nem az én gyakorlatom, azok... Jó ez így, de figyelj! Na. Egyenes háttal. Jó, egyenes hát, szépen a sarkadon támaszkodsz, jó? Távirányító a kezedben, oké? Okay? És letesszük ide, és ide, egy picit enyhén dőlj meg hátra, egy picit csak, nem kell teljesen ülnöd,
egy picit dőlj meg hátra, jó? És akkor leteszed, leteszed. Na figyelj, indítom az órát. Mehet. Mehet. Jó van, rosszat nyomtam. Mehet. Jó. Mehet. Isten fáját már, hogy nem fogadszolt egyik sem. Én is. Jaj, de kis kecsesem. Hát nem vagyok kecses. Kecsesség messze áll. Egyenes hát, orromba számom ki, mind a két oldalom kifújott. Kifújott. Mi a következő? Nézz utána, mindjárt mondom. Kifúj. Még a kupak is nálam. Na, nézd egy gyorsan a következő. Én tudom, fejbős vagy. Na, jobb. Hasprés úgy, hogy a jobb lábad pipával elemeled, áll a fölfele, hasprés, jó? Mehet. Közben a jobb láb elemel. És kifúj. Megy az idő. Kifúj. Jaj! Nem húzzuk a fejünket, áll a fölfele, kifúj. Megy az óra? Megy. Idő. Ennyi. Csere másik láb. Bal lábat emeld meg. Óramon be, számon ki, áll a fölfele. Figyelj. Mehet. És kifúj. Jó kis talpa. Azt akartam mondani. Húzd fel az állat, állal föl, lapocka elemel, kifúj. Kifúj. Na nincs hely. Kifúj. Kettő. Egy. Jó. Na és akkor van egy olyan, hogy hátadra fekszel, és szépen, akkor én is oldalra jöjjek valami. Ja, de picit legyen oldalt. Mehet, mutasd gyorsan, gyorsan. Mutatom, mutatom. És érintett, ellentétes könyök, kifúj, kifúj, lapocka, elemel, ellentétes könyök, tér. Megy az idő! Érints meg, érint, 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 érint. Gyere, Sanyi! Hé! Idő! Azaz. Az adja. Ez igen, az én is éreztem. Aj. Na figyelj, plank pose. Következő, gyorsan. Mutatom. Igen, csípő billent, hasfeszes, és oldalra húz. Tért felhúzás, én szemből leszek. Figyelj. Nagyon fontos, hogy közben megtartsd. Egy kuszi. Nem tesszük le a térdünket. Hogy tesszük? Csak közben. Plank pose végig tartod, has behúz, hát egyenes könyök a váll alatt. És kifúj. Jó! Azaz. Ah, ez adja. És most jön ez is adja, Sanyi, jó? Mi az utolsó? Hova adja? Akkor támaszd már szépen karikákat. Ez az enyém. Karikákat. Körbe-körbe karikába. Lehet még Sanyi lapocka elemelve, de lehet egyszerűbben válladat leengeded. Akarba szépen, kecsesen. Jaj! Jó! Sanyi nagy 42-es talpa. Gyere, gyere, gyere! Spitz! 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 Orromon be, szám. Jó! Ez az. Ennyi? Ez volt a hat. Meg is volt. Meg volt a bemelegítés? Meg, csak megzavartál azzal, hogy... Én? Jaj. Kezdődött a pénteki őrület. Hú! Na. Megzavartál azzal, hogy elmentél. Mert rád volt építve a koreográfia. Meg hát én nem vagyok szép. Kell egy szép is a csapatba, azon belül, hogy van egy okos, kell egy szép. Ez mit jelent? Nem mondom, nem most. Jaj, ülj fel a sarkadra. Mert hogy megint ilyen női koreográfiát csináltunk. Sanyi nem hagy pattogni, én tudnék pattogni. Jó, hát... Pattogok is sokat? Az első 20 évenben pattogtam. Már elmúlt. Nem pattogsz. Most már... Ami nem megy észre, megy erővel. Ó, várjál, nekem még húzza a hasam. Jaj, csinálok egy kis kentaúrt. Húd a levegő. Nézd a plafont. Na figyelj meg, ráadásul beszélnünk kellene arról, hogy kinek örülne, hány órakor tornázunk így élőben. Jó nektek ez a 9.45? Ez egy fontos kérdés. Na? Akkor most egy rögtönzött szavazást indítunk? Ha nem, majd beszéljünk róla itt a poszt alá, vagy akármilyen formában valahogy írjátok meg. Na figyeljetek, akkor viszont csináljuk azt, jó? Hogy akinek van javaslata ezzel kapcsolatosan, hogy hány órakor kezdődjön a karanténtorna velünk, az írja ide a poszt alá. Jó? Oda, jó? És akkor azt fogjuk látni. Megosztani ér,
Még akkor is, hogyha szétesett a kuperájban megint. Hát jó, fia, az van, hogy most már nincs lelki, tehát egy elengedte, nem tudom, a hanyadik hét karantén után, nekem nincs lelkiismeret furdalásom, ahol egyre legalább két gyerek, amikor pontosan tudják, hogy ez a káosz van tényleg minden nap, akár, jaj, mindenki tudom, nagyon megneveli a gyereket, higgyetek el, én is nevelem a gyerekeket, Sanyi is mindeket, de ilyenek, basszus, gyerekek élnek, nyilván meg amúgy is tudjuk, nem velük van foglalkozva, rápörögnek a témára. Azonban. Ez ilyen, tehát a családokban mindenhol ez van. Én egy kicsit rástresszeltem pénteken, hogy itt na. Amúgy meg azért ezt vegyük figyelembe, hogy most gyereknevelés, az én gyerekem ilyen, a te gyereked olyan, a harmadik amolyan. Ez nem egy verseny. Jaj, ne is mondd. Ahogy mi felnőttek sem vagyunk egyformák, ők sem egyformák. Az egyik ezt szereti, a másik azt, az egyik ilyen, a másik olyan, és ezt el kell fogadni. Fogadjuk el. Az én gyerekeim megérzik, ha telefonálunk, azonnal kiabálni kezdenek, és jönnek oda, és ki az, és mit akar, és ide. A másik azt csinálja, mindegy, ha van valami aktivitás a családban, akkor ők azonnal részesei akarnak lenni, és ez szerintem teljesen normális így, nem? Hát ezt mondom, persze. Úgyhogy nem, én nem. Nem, nincs ezzel baj. Aki ott van most a gyerekekkel, meg ráadásul, fia, az van, hogy nekünk nincs kertünk. Tehát, hogy ez egy... Nekünk nincs kertünk, nem tudom, szerintem mindenkinek, akinek nem kertes házban él, és a beton dzsungelben terasz vagy kert nélkül, annak legalább ilyen nehéz szerintem, hogy lefoglalni a gyerekeket. Ó, na mindegy, nem sokat. Az a gyanúm, hogy sokan vannak még ilyen. Egyébként holnap, azt hiszem, most nem akarok butaságot mondani, holnap jön ki a blogom, egy új része, ahol hasonló témákat, pontosabban leírom, hogy én hogy élem meg ezt a karanténosdít. Jön a blogod? Szóval... Holnap jön ki a blogom. Mi vagy ilyen? Hát jó, mert női témák. Női de téma. Hozzáteszem, én is el szoktam olvasni azért olykor-olykor. De rendes, hogy elolvasod? Ne, jól lesz. Lehet, hogy most jobb, hogy nem olvasod el. Mert? Majd meglátod. Engem pocskondiázol? De, hogy semmi. Téged pocskondiázol? Más férfiakról beszélsz? Én? Két férfi van az életemben. Te? Ki az a másik? A kisfiunk. Ja, akkor jó. Jó, ő lehet. Jó, ez is nagyon nyálas volt. Na mindegy. Mondjunk már egy verset. Ó, nem már Simic Sanyi világgá megy, hallod? Tényleg a Simicnek. Mit is akart? Mit énekeljek a Simicnek? Azt mondta, Sanyi, még egyszer erre kelek, akkor megverlek. Igen, átjön. Kölcs neki valami szépet. Igen. Valami... A következőre. Ahol lakom, sok a koma, minden nap van egy lakoma. Nem tudom, most ez jutott eszembe, de egyébként ez nem az enyém, ez a... Jaj, na jó, megyünk, mert... Földes Lászlótól való sok. Adri, majd mindjárt bejelentkezik, ezt mondja. Taka van. Hol van Adri? Nem tudom. Hű, egyébként nézzétek meg, ennyire is izzadtam egy picit. El kéne menni már oldalt lenyíratni a rőzsét, nem? Neked is kéne valami. Maradj otthon! Akkor nyírd le te az enyémet, én meg a tiédet. Az lesz a jó. Levágjam a hajadat? Lefeled a hajamat? Aha, levágjam? Ne, nem közben. Be is festem. Tényleg? Úgy, de jól. Akkor maradok kopasz. Nem, megcsináljam. Lehet, hogy leégetnéd gondolom. Na legyen ez a meglepetés, hogy mi fog történni. Lehet, hogy levágom a haját. Lehet egyébként. Vagy nem? Ja, nézd meg, azért megmutattam a valóságot, nézd meg. Na ez a valóság. Hű. Lenövés. Zsír. Zsír. Jó, hülyéskedik. De viccel már, mosom a hajam. Na jó, van, menjünk! Menjünk, mert már sok a duma. Jövünk holnap is, 9:45, holnap is jön a blogom. A blogom? Jön a blogom! Sziasztok! Sziasztok! Taka.